Személyesen Rovó László várta József Amráni izraeli nagykövetet a rektori épület előtt. A találkozón a jövőre vonatkozó terveket beszélték meg. Az együttműködés még az előző egyetemi vezetés ideje alatt kezdődött meg. Rovó László tovább folytatja ezt a munkát, mert a cél az egyetem nemzetközi szintű erősítése, melyből a város és a régió is profitál. Izraeli kapcsolataink azok már az elmúlt években kialakultak. Úgy gondolom, hogy az első lépéseket megtettük, több együttműködési szerződést tettünk mondjuk a Technion Egyetemmel, vagy a Ben Gurion Egyetemmel, ezek igen magas szintű high-tech kutatásokat folytató egyetemek. Úgy gondolom, hogy a Szegeden a lézer lehet egyik ilyen fejlesztési lehetőség. Jelenleg több száz izraeli orvostan hallgató tanul az STN. A gazdasági együttműködés alapja tehát elsőként az orvostudomány és az orvostechnológia lehet. Nagyon hiszünk benne, hogy az itt tanuló orvostan hallgatók lehetnek az elsődleges nyertesei a két ország közötti együttműködésnek, de számítunk az egyetem tudományos és kutató munkájára az Izraelben is jelenlévő és Budapesten és Szegeden is működő navigációs cégnél is. Az itteni adottságok, különösen a lézerközpont nagy lehetőségeket nyújtanak a kutatóinknak. A továbbiakban a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság területén szeretnének közösen dolgozni. A rektor abban is bízik, hogy a szegedi hallgatókat és kutatókat is bevonhatják az izraeli csúcstechnológiai kutatásokba. Az izraeli nagykövet szombaton részt vesz a hagyományos szegedi zsidó vacsora estén.